ideadnád még, fiam? Hogy mondod? Tele. Megyek. Bocsi. Majd én megcsinálom. Azok már tiszták. Betennéd a helyükre? Nagyon szívesen segítenék. Csak napraforgó épp most kért meg, hogy vigyem neki oda az ecetet. Jó, persze, persze. Hol a helyük? Hú, de gyors voltál, mint a villám. Ott. Citrom! Tudtam, hogy ez segíteni fog. Na, folytasd csak a munkád. Fújj ki! Milyen szép rend lett. Ugye? Ettől biztos boldogabb lesz a ház. Uh-huh. Ezért jó együtt csinálni, mert sokkal gyorsabb. Uh-huh. Ezt nem gondoltam, hogy nektek is tetszeni fog. Ó, pedig nagyon. Igen, arra gondoltam, hogy este a nagy munka örömére társasozhatnánk. Természetesen csak, ha végeztünk a munkával. Szuper ötlet. Ajaj, vigyázzatok, nehogy megcsúszatok. Hopp. Lakodó, túl piszkos itt lenn a padló. Az ablak homályos szállapor, és a mosatlan éri. A plafont hát fogd meg a part, és pörges dobd. Száraz ruhával töröld a port. Csillog az ablak, enyhül a gond. Mosd el és töröld a tányérod. Nézd ezt a házat, bús lakodó, túl piszkos itt lenn a padló. Az ablak homályos szállapor, és a mosatlan éri. A plafont hát fogd meg a part, és pörges dobd. Száraz ruhával töröld a port. Csillog az ablak, enyhül a gond. Mosd el és töröld a tányérod. Hallod a munka nélkülem is. A rend a csendben ébredezik. Ezt megúszhatom most. Nézd, sikerül. Magától minden helyre kerül. Nézd, most a házat felragyogott. Nem biztos már lenn a padló. Ragyog az ablak, nem száll a por. A mosatlan sem éri. A plafont hát fondd meg a part, és pörges dob. Száraz ruhával töröld a port. Csillog az ablak, a ház mosolyog. Mosd el és töröld a tányérod. Támadásért minket! Fári, jól vagy? Jól, csak nyomod a gerencém. Nem látok semmit. Én sem. Segítség! Segítség! Jövök már. Egy kalap alá vettek titeket. Mondtam, hogy vigyázzatok. Már megint ti csináljátok a galibát. De csak ő! Árukodós majom! Fári, ne beszélj így a tesóddal! Én vagyok Fári. Mi? Bocs, akkor összekevertelek titeket. Mi? Nem már! Ahogy innen nézem, tényleg mint két tojás. Inkább mint két betojás. Fúj! Még hogy ő meg én, inkább mint egy tojás és egy kalapács. Mondjuk... Nem baj, ha a tesók picit egymásra ütnek. Vigyázz, jön a kalapács! Nem úgy ütnek! Ez azt jelenti, hogy hasonlítotok. De közben meg két tojás is lehet nagyon különböző. Például a budjontott tojás, a főtt tojás, a rántotta, a teatojás, a Fabergé tojás, meg a csokis. Megéhezem, hogyha ennyit tojáskodsz. Meghiszem azt. Szép kis munkát végeztünk. Ránk fér a pihenés.
kele. Ahogy a Nagyi mondaná, ez is meg volt, még sincs este. Van egy csomó maradék a hűtőben. Morzsa parti? Igen! 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 Szép munka volt mindenki. Ezt megérdemeltük. Lári, az ablak meg tiszta patyolat. De azt én csináltam. Mi? De hát láttam. Te voltál. Igenis, én. Uh-huh. Lári még csak nem is segített. Uh-uh. Sajnálom, akkor lehet, hogy megint összekevertelek titeket. Hogy keverhet össze minket? Amikor láttad, hogy Lári nem is csinált semmit se. De, nekem segített. Az is én voltam. Mondta, hogy elviszi az ecetet napraforgónak. Aztán jöttem én, és elpakoltam a tányérokat helyette. Az te voltál? Igen. És az ecet? Nekem nem hozott semmit. Nekem meg azért nem segített, mert te hívtad állítólag. Láttam a porolóval. Mi? Lári. Tényleg nem segítettél? Mi? Nem hallottam. Nem vetted ki a részed a takarításból? Dehogy nem! Nézd meg az ecet alatt. Ott biztos nagyon tiszta. Hát ez azért... Még nem minden. Ott a hintaágy. A saját testsúlyommal lapítottam ki. Jobb, mint egy vasal. Hát... csak heverésztél. Jó, tudjátok mit? Tényleg nem segítettem. De pont így segítettem. Van egy születési rendellenes, igenis rendellenességem! Rettenetes vagyok a takarításban. Amihez csak nyúlok, rosszabb lesz, mint volt. Nem hiszitek? Ez csak amolyan kifogásnak hallatszik. Jó. Látjátok? Ilyen béna vagyok. Erre igazán nem volt szükség. És vele kevernek össze. Mondtam már, Fári, hogy sajnálom. Nem csak te. Mindenki. És még a kinőtt ruháit is megkapom. Miért? Ki kéne inkább dobni? Nem. Csak szeretnék sajátot. És a játékok. És elegem van abból is, hogy mindenki szerint te vagy az érdekes, csak mert valami bajt csinálsz. Könnyű neked, hogy mindenki szeret, de én meg is dolgozom ezért. Hidd el, hogy sokkal könnyebb lenne egész nap csak lopni a napot és semmit sem csinálni. Nem is menne neked jobban, mint neked a jól viselkedés. Kitaláltátok. Micsodát? Kicsoda? Mindketten. Játsszuk azt, hogy a teve a varázspor őrzője. És hogyha leveszem, akit meghintek a porral, azokat össze tudom cserélni. De úgyse akarjátok kipróbálni, hogy milyen lehet egymásnak lenni. De igen, nagyon is. Csak nehogy jobban te legyek, mint te magad. Attól félek. Akkor csiribú, csiribá. Jaj! Mi ez a hang? Gyorsan rohanok, kihez lehetne oda bújni? No. Ha megeszem ezt a sütit, akkor is csak segítek, mert nem lesz tőle másnak nagyobb a feneke. Hé, az az enyém volt. Jaj, hogyan tudok segíteni? Ezeket elmosogatom. Csak kivasalom ezt a szőnyeget. Hoppá, elgurult két falatka, fel kellene venni. Ki mondta, hogy ez jó ötlet lesz? Hogyan lehetne
Á! Biztosan nem bírják már sokáig. Csst! Hogy jöjjenek rá ők? Lári? Fári? De akkor ki van a mosogatónál? Hát te meg? Nem megy a lustálkodás. Nekem meg nem megy a nem lustálkodás. De akkor mit csináljunk? Szerintem napra forgónak. Gyanús ez a csend. Jó. És még... És ilyen... A tevével. Napra forgó. Igen. Jó varázslat volt. És mindketten nagyon jók vagyunk abban, hogy olyanok legyünk, mint egymás. Most mégis inkább önmagunk lennénk. Rendben. Fújom a port. Jaj! Most akkor ki csoda? Májva! Én meg Lári lettem! Kere vagyok! Okos vagyok! Gyere, Lári! Legyünk csirkék! Pak! Ó, bolondos gubáim! Én azért így is szeretlek titeket. Én lassan már tényleg nem tudom, hogy ki csoda. Hát mindenki saját maga. Úgyis abban vagyunk a legjobbak. Aha. Hogy nagy óka, hogy hagyta rám, az a konyhó titka hív.